Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő Vlogmas részhez. Itt van velem Bence és Dominik, és éppen megyünk a Mikulás gyárba, programra. Rendezvényre. És egy kicsit késésben vagyunk, de ettől függetlenül teljesen rendben vagyunk. Ki kellett pakolnom az egész brodalakást, és ő ott hagyott, elhagyott, magamra hagyott. De tökéletesen jól megoldottam a problémát, a cuccaink még ott vannak, és majdnem mondtam, hogy mi van még ott. De hát azt még nem tudják, hogy ott van, ugye? Hogyha ez holnap megy ki, akkor tudják, hogy ott van. Ez kivágod, vagy így benne hagyod szegényeknek? Szenvedjetek meg, és ha tudjátok, hogy mi az! Attól függ, hogyha tudhatják, akkor... De hogy tudhatják? Nem, akkor nem tudhatjátok. Bocsi. Nagyon messze van. Mennyi az idő? 2 óra van, és most megyünk a Millenárisra. Utána Rebekának jelenése van az adventi vásárban, ahova ti jöttök velem amúgy? No way. Amúgy nem tudom, de le. Olyat fogok csinálni, amit emlékezetem szerint még soha nem csináltam, ugyanis Krampusz leszek. Úgyhogy tök izgi egyébként. Fekete cuccba kell lenni, ennyi volt a kikötés, úgyhogy ezt fogjátok látni. Aztán valamit még kell csinálni a mai nap, hogy izgi legyen ez a vlog, de ezt majd Bence kitalálja. Most úgy döntöttem, hogy az ő felelőssége, hogy izgi legyen ez a videó. Tessék szívem! Jó ideg van, de jó ideg! Végeztünk a Millenárisba, és kajáltunk gyorsan egyet. Egy nagyon rossz kajálás volt, mert nekem nem szabadott volna a hotdogot ennem. De mivel nagyon késésben, hát nem vagyunk annyira nagyon késésben, mert pont oda fogunk érni a bazilikához, de muszáj volt. Át kell kapjam majd a pólómat valahol. Pólómat? Szóval, hogy a Dominik pólóját. Igen. Azt mondja, van valakinek egy fekete póló, én is felhúztam a kulcsot, hát ez egy full fekete póló. Jó. Leveszed? Mert úristen, amúgy ez egy kicsit gáz. Arra számítottam, hogy lesz időnk visszamenni a lakásba, és ha elhozzuk a cuccokat, akkor fel tudom venni a saját pólom, de nem így történt, úgyhogy Dominik kisegített, és a póló itt van, csak valahogy magamra kellene applikálni, de nem érzem a késztetést, hogy itt a dugó közepén elkezdjek vetkőzni, úgyhogy hát ja, valahol majd remélem át tudom venni, közben nem tudom elérni Fülöpöt sem, mert vele kellene találkozzak ott a bazilikánál, és ő fog majd útbaigazítani, de ha odaérünk és átöltöztem, akkor jelentkezem. Végeztem. Krampuszkodtam. Majd megmutatom nektek a képeket. Megfagyok. Nagyon hideg van. De van itt velem egy meglepetés vendég. Nem jössz be? Úristen, mekkora fejem van. Itt van velem Fülöp, most hívott taxit, és... Sziasztok! És nagyon fázok, kezdik kicsit elmenni az agyam. Ez nem létezik, ez a hideg. Te nem lehetne amúgy, hogy ne legyél ilyen magas? Hogy 4 méterrel magasabb ne legyek, mellett állok ide, és akkor nem jó, leszek. Jó, ó, szuper. Nem tudom, hogy hol jön ez a taxi, egyszerűen fogalmam. Nagyon régóta várunk rá. Most se videóztam túl sokat, az a helyzet. That's the way, aha, I like it! Vigyázz, már copyrightos leszek. Bocs. Mit akartam mondani? Akarsz megtekintést a videóra? Mesélj. Meghúzom az egyik autót. Bence elütött valakit, nem clickbait. Balhé lett belőle zárójelbe. Szóval a lényeg az, hogy most hazaszállítottuk Dominikot, lerakta a kis csomagját, az is jött vele, aztán most végre megyünk haza. És 6-a van, és tegnap nem csináltam videót. Mármint, hogy vlogoltam, de a lényeg az, hogy nem lettem készen videóval, és nem volt olyan nyersanyagom, amit meg kellett volna vágjak, és akkor működőképes lenne.
Ma meg nagyon sok dolgom volt, úgyhogy nem tudtam felvenni, de... Ja igen, amit ebből ki akartam hozni, hogy ma live-olunk egyet Bencével YouTube-on, az én YouTube-omon, és még sose live-oltam YouTube-on. Fent is fogom hagyni, elvileg, remélem. És akkor tartalmilag nem szakad meg a Vlogmas lánc. De szép baj, ez az! Rám szóltatok valahol, hol raktam ki? Ja igen, sztoriba raktam ki Bencéről egy képet, hogy szépségem, és rám szóltatok, vagyis hát egy lány, úgyhogy nyilván akinek nem ingyen nem veszi magára. Egy lány? Sokan kérdeztétek. Sokan kérdeztétek. Rám szólt egy lány, hogy a fiúk nem szépek, hanem helyesek. Hát tudod mi? Ha én azt akarom mondani erre a kis majomra, hogy szépséges és gyönyörűséges, akkor azt fogom rá mondani, és nekem igenis szép, úgyhogy ne haragudj. A másik meg, amit sokan írtak, hogy Úristen, Bence többet foglalkozik Timivel, Rebekával. I don't think so. Hát azért tartsátok szem előtt, de... kérlek, és ezzel zárnám az egészet, hogy én erre nem lettem ideges, meg mérges, dühös. Tartsátok szem előtt, hogy én Rebekával ténylegesen 24 órát vagyok egy nap. Timivel meg heti kétszer a találkozom, egy-két órára, úgyhogy Rebeka is ott van, az is munka miatt. Hát nyilván ilyenkor, hogyha... Ne értsétek vele, bírom Timit, csak azért nem írjatok majd ilyeneket. Szóval, amikor így találkozunk egy-egy emberrel, akár külön, akár együtt, olyankor arra az emberre figyelünk, mert vele nem vagyunk együtt folyamatosan. Hát de nem? Tudás, gyűjtött tapasztalat. Tudás, megint. Nem, asztal. Tapasztalat. Asztal. Gyűjtött tapasztalat. Korrigációs. Segédtaliga. Segédtaliga? Fax. Számítógép tapancsokkal. Fax. Számítógép tapancsokkal. Négy lába van. Asztal. Asztal, de nem szék. Fütyi, nem tudom. Fütyi, nem tudom. Jaj, Istenem! Nem szeretem, amikor ilyen videókat felkaptok, és folyamatosan azt mondogatjátok, mert egyébként ez egy szokásuk a fiúkáknak. Ez egy videóból van, amiket most mondogatok. Majd mindjárt ezt ide be fogom nektek vágni, hogy értsétek, hogy miről van szó, de ez az a videó, amit akárhányszor mutatnak meg, és akárhányszor ismételgetnek, nem tudom megunni. Tehát ez annyira vicces ez a csaj, hogy... Hogy? Most ismételd meg azt a kérdést. Hogy? Na, mondja. Kütyögös az. Mindig is tudtam egyébként, hogy nekem van az egyik legokosabb barátom az egész világon. De ezekkel még mindig meg tud lepni. Mit mondtál nekem, szívem, fél másodperccel ezelőtt? Ja. Oh no! Viszont tök jó volt a like, nézzétek meg, link a leírásban. Ja, amúgy tök jól sikerült, és pont ezt mondtam Bencének. Annyira jól sikerült, hogy peskőt bontottunk, hogy mennyire jók vagyunk. Vagy hogy éppen, hogy nem vagyunk jók, de jól sikerült. Pont ezt mondtam Bencének, hogy live közben olyan gyorsan elmegy az az egy óra, hogy viszont amíg live voltunk, addig éreztem a pörgést, és zsizsegtem, meg aktív voltam, meg minden. Szóval, hogy így most, hogy végeztünk, úgy megfáradtam, csinálok éppen kaját, és szerintem eszünk, utána a kanapén elvileg elkezdünk filmezni, de hogy mi lesz belőle, olyan fáradt vagyok, hogy azt se tudom egyébként, hogy ez most egy napi vlog lesz, vagy két napot fog összefoglalni. Hello mindenki! A tegnapi napról gyors váltás ide a maira. Eredetileg úgy terveztem, hogy két napot fog egybefoglalni a vlog, viszont 8 percnyi anyagom van, és tudom, hogy a mai napon nagyon sokat videóztam, úgyhogy ez most valós időben működik, 16:34 van. Most kezdem el nektek kirenderelni ezt a videót, és töltöm is fel, ahogy tudom. Viszont azt hiszem, hogy ez lesz az áttörés, és most végre utolérem magam, és nem az aznapi videókat kell már kirakjam. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a vlog. Most fogom kitenni azt a képet, ami készült a karácsonyi vásárban. És ha nem láttátok az előző videóimat, amik most a hét folyamán minden nap mentek ki, akkor azokat is csekkoljátok le. Egy-kettő ott lesz a leírásban, egyébként pedig mindent megtaláltok a csatornámon. Tegnap volt egy első benyomásos Jeffree Star smink videóm, úgyhogy jaj, azt nagyon élveztem, nagyon-nagyon jó lesz szerintem, úgyhogy
úgyhogy azt is nézzétek meg. De ezen kívül nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a holnapi videóban találkozunk, sziasztok!